Sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit az Eurostar 2-es szimulációs gameplay-ben. Mint ahogy láthatjátok, ez a kis villas torgoncákat fogunk szállítani a mai napon. Mindjárt itt is vannak villas torgoncák. És egészen innen Saunka, vagy honnan? Honnan indultunk? Mainzból indultunk, és megyünk Budapestre. Ja, igen. Hát én nem nagyon tudok érző. Elnézéseteket kérem. Na de meg itt van velem Krisztián. Itt is hallottátok a hangját. No. Akkor csapassuk is, mert kicsit eléggé hosszú út áll előttünk. 17 óra hosszás út. Ajja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 j
7 órát a fél, azért még sosem vezettem le. De erre vezettem ma. Útmára megyünk a Prat-be, de ez, opa, opa, opa. Jó van, nyugodtan van, jó van. Jó, oké, meg vagyunk, oké, zsír. Na, igen. Ezeket a szarokat mindig nevettem le az ablakból, hallod? Én szerintem úgy a legjobb, hogyha csak egyet teszel fel, mert... Hája majd... Majd lehet, hogy ez... Vagy amikor... Várja... Be kell menned a termékbe. Azt inkább most inkább meg is csinálom, mert különben akkor megint elfelejtem. Most egy kis szervizt fogtok látni. Nem, biztos, hogy meg fogok szervizelni. Csak azokat a vacskokat akarom leszedni. Nem annyira káros jött, az megjavítjuk. Ha meg már itt vagyunk. Na. Kösz, hol is van? Belső kamera. És csak egyet le egyet fogunk hagyni középen. De ezt most miért nem tudhatunk be? Nem. Ide kell menni. Igen, arra kell menni. És akkor belső kamerám be. Ennyi valahogy lehet. Ég van. Ott van. Na. Akkor azokat szerintem ki is veszem. És csak egyet adok középen, nem? Igen, ugye vágjam. Na, ez is megvan. Igen, ki akarok lépni ebből. Most visszarakta? Vissza. Visszarakta, mert nem... Mert nem okéztam le. Nem okéztad, nem, hogy megrendeled. Ja. Na, hát akkor még egyszer. Igen. Igen, és akkor megrendelünk. Zsír. Ó, és már csak egy van. Juhé. No. Az is majd motorogni fog. Á, jó, de hát nem annyira zavarom, mint hogyha még motorogna vagy itt. Nem? Az. Na, az csak annyira motorog, az meg amúgy. Az meg amúgy elviselhető. No. Hoppári, ohoho, milyen szép kanyart mutattam be, látod? Hogy láttad? Láttam. Na. Igen. Itt egy körforgalma, látom, hogy micsoda ez. Igen, de majd mész, igen, arra fele, arra. Jó van. Jó, figyeled meg. Végre térkép alapján megyünk. Na, de ott is kijöttem volna te. Akkor nem kellett volna ennyit kerülni. Na, mindegy. No. Egyébként a GPS-el hogy vagy megelégedve? Jó. Mármint most melyikre gondolsz? Hát úgy mond, hogy... A vasarokból vagy itt lent jobb oldalon. Jobb oldalon. A fő. Ami... Jó. Jó.
amit a játékban. Egész pontos. Mert te hogy vagy valamelyik Én általában akkor megőrülök, amikor mutatja, hogy 80 és 90-nel szabad lehetne jó, menni. hát. Én mutatja, hogy 80. De néha, képzeld el, volt már úgy, hogy mínuszban voltam egészen. Nekem van egy olyan funkció itt a kaminyomban, Igen. hogy az a sebességtartó, hogy micsoda, tudod? Igen, a tempomat. Na az benyomom, és csak 90 nem megyek. Visszakorványoznom kell. Most nyomtam be. Most már nem nyomkodom, most mi vágász minek. De én azt nem bírom betenni. Pedig beráttani az bárni. Ja, képzeld el, hogy nekem mi most vettem észre pár nap, ja, igen? Hogy elkezdek játszani, lehajtok egy fuvart, és utána az egerem az magától, egyszerűen magától elhúzódik jobbra, és akkor nem tudom visszahúzni balra, mondjuk, hogy ki akarok a játékból élni. Igen. Ja. De lehet, hogy a beállításoknál lehet, hogy valamit megnyomtam. Majd, majd a videó után megnézzük. De nem biztos. De ez csak időközönként, de akkor utána újból indítom a gépet, akkor normálisan megy. De időközönként ez van. Nem tudom, hogy neked szokott-e lenni. Nekem nem szokott ilyen lenni. Mármint ilyen problémám. Le kell asztom 60-ra, mert 60-ra megengedett sebesség. Volt már olyan utad, Imi, hogy 3000 kilométert kellett valahol lehajtanod? Lehet, hogy volt már. Még az elején. Talán. De mi, te rögtön, amikor elkezdted, akkor ugye magától bedobja a kamiont, meg mindent, ahogy vezet, és akkor, amit mondtam, ilyen bankot te használtál kreditet, hogy vegyél magadnak saját kamiont, vagy összegyűjtötted? Na, nem vettem sem fel a kreditet. Ez saját. Pénzből saját. Önerőből úgymond. Apu vettem ezt a kamion, de én ezt a telefonon kint cserélni. Meg majd itt a fuvar után, ha úgy Igen. érünk oda, akkor meg majd meglátogatjuk az egyik ilyen kamion szer, vagy kamion kereskedőt. Igen. És majd akkor kicsit majd körbenézegetünk, azt mennyibe kerül egy jobb kamion. Mert azt mondja, lehet, hogy ezt vagy egy Volvo-ra fogom lecserélni, vagy egy Mercedes-re. Mercedes az jobb. Hát majd meglátom majd. Mert még azért eléggé kevés még a pénzem. Mert most itt ugye azt nem tudom, hogy most itt vásároltam kamiont, az most kicsikét elvittem van. A várát. Van sofőröd? Pluszba? Még nincsen. Még nem csináltam még semmit sem. Ezt úgy hagytam, tizi. Ezt úgy hagytam, hogy mi abba hagytuk. Én abba tudtam, benne sem. Nekem a leghosszabb utam, amit nem is tudom, hogy megindultam. Hát, de majd azt is majd megcsináltuk ma. Mit? Ezt a plusz sofőrt. Ja, hát bírsz. Csak akkor fejlesztened kell annyi, a céget kell fejlesztened. Jó, majd akkor fejlesztük azt is, jó? Ma. És akkor az elején rögtön három sofőrrel ki tudod bővíteni. Ha felemeled legmagasabb szintre a cégedet, akkor még plusz két sofőrt hozzá tudsz adni. Tehát öt sofőrön fér lenni egy cégen belül. No.
Majd akkor megcsináljuk, majd azt is. Vagy ma. Jó? Aha. Akkor bemegyünk akkor a kamion kereskedőkbe is. Szétnézzük, hogy milyen kamionokat lehet vásárolgatni. Te egyébként be szoktad állítani azt még, hogy... Mert tudod, van olyan, hogy így lehet húzni a mappán keresztül, hogy röviden úton mennyi. Nem. Beszoktad azt állítani, vagy rákattintasz arra, hogy, be, hogy rövidebb úton mennyi, vagy... Nem. Vagy amit... Amit a gép... Be. Amit a gép. Amit a gép, hát én azon az úton, ahol megyek. Nem állítgatom be, hogy nem állítgatom be a legrövidebb útvonalakat. Amint a gép ad, én azon megyek ennyi. Mennyi már! De van, egyébként én észrevettem, hogy ilyen oldalfestés, mondjuk a Mercedes-en, én próbáltam betenni, tudod, de nem, hogy oldalról, tudod, de nem bírtam. Elől bírtam olyat csinálni, hogy oldalról legyenek a lámpák, és amikor este van, akkor oldalról így megvilágítja az első LED-hálítót. Hát nem nagyon tudom, mert mondom, Most kezdted. Mit? Most kezdted. Hát nem arom azt mondom, hogy most kezdtem megittenni távotot, megittenni tabulta. Én benne se voltam, amióta veled csináltam az utolsó videót. Aha. Nem nagyon tudom, mi hogyan van még rajta. Nekem a leghosszabb utam, mondom, Nizzában volt. Franciaországban. Na. Tehát így. Volt kocsi sérülés. Lehet a sérülte? Erre mész le, ugye? Nem láttam. Közben olvastam ott a cuccokat. Te a parkolást szoktad használni? Mikor levezetsz egy fuvart? Van, amikor én állok be, hol jön ott az a parkoló rész. Én eddig mindig arra mentem, hogy menjünk a legbiztosabbra. Ja. Opa. Nagyon kell tenni ezt a kamionyot. Ott meg előttem. Na, még 13 óra. De 3 óra és 900 kilométer, tehát mi a nagyon sok? Na, tudom. De hát, megcsináljuk. Tulajdonképpen, ahogy nézem, ezt a fajta kilométer számlálót, meg órát, nem ilyen, na, hogyan fogadnak? Nem olyan nagy ördöngőség, de azért nem azt mondom, ez nem úgy működik, mint az igaziba, hogy kajakra 13 órát le kell vezetni, érte? Ja. De tudod, mi nem ti, vagyis, de most már rájöttem, hogy mondjuk, amikor kiválasztasz egy fuvar, tehát ilyen hosszabbat, igen. Tudod, eleinte ilyen rövidebb utak vannak, mondjuk most emész Rómából Firenzéig, vagy mit tudja mit, és akkor ki, tudod, amikor kiválasztod, és mutatja, hogy mit viszel, akkor írja azt, hogy 53 óra hosszad. Amikor belépsz,
Akkor nem 53 óra hozzá, hanem 18 óra hozzá Zsuzsu. De biztos azért dobta be így, hogy 53 óra hossza, vagy 48 óra hossza, mert tudod, a pihenést is beleszámolja, meg ilyen dolgok. Hát, azt ki tudotta azt kapcsolni. Nekem is Tudom, van kapcsolva. csak mondom, hogy biztos azt is tudod így beleszámolja, vagy Igen. azt, amikor megállt benzinkúton. Ja, lehet, nem tudom. Te nekem Olaszország tetszik a legjobban, mert ott izé, ott bírsz, én általában tudod melyiket szoktam használni? Van, tudod, van az, hogy izé, csak így lehúzod, van egy ilyen doboz, és akkor csak a sorompa fölnyílik és mész tovább. Nem kell rámenned az eurójára, hanem csak megnézed, hogy melyik az a sorompa, és akkor van egy olyan érzékelő, és mész tovább. Hát Főleg, még hogyha ezért ott... nem nagyon voltam Oroszországban ezzel a múltal. Ugyebár nekem sincs meg ez annyira régóta ez a múlt. Most gondolj bele, hogyha majd úgy izé után, nem most, de majd ha úgy izé utána nézel, vagy valami görög mód, most mit gondolsz, Görögországba egész behajtani, kupa? Ha vannak hozzá ilyen módok, de hát nem nagyon szoktam én ezeket én módolgatni. Egyrészt azért, mert nem értek hozzá, másrészt a pedig szerintem tök felesleges. Hát most ez itt egy jó az, most ez itt így. Benne van Itália, benne van izé, Hollandia, micsoda benne van ja, Magyarország. Meg az is jó, hogy tehát Olaszországon belül, hogy több város van benne. Tehát benne van Róma, Firenze, Velence, akkor mi van még ott? Mi volt még ott egész lent. Akkor benne volt Franciaországban Marseille. Nizza, Párizs, Bordeaux. Meg ugye benne van ugye Svédország. Tudtam, hogy ilyen egzotikus helyekre még nem jártam. De majd látom, hogy majd egyszer majd az egyik fuvarom, majd arra visz. Arra felé ilyen. Mindig 80-nal lehet itt közlekedni, most tényleg? Ezek nem 80-nal mennek. Ne idegeljenek föl. Én megyek 80-nal. Tök mörgök. Van egy olyan ötletem, hogy a következő videót, amit készítesz majd valamit, majd valamelyik nap. De majd csak szombat lehet. Igen? Hát jövő szombat nekem nem jó. Hát akkor de majd utána utána való hét szombat jó, 27. Jó, akkor az akkor. Nekem este jó. És mit szólnál ahhoz, hogyha mondjuk kiválasztanál egy olyan fuvar, hogy ilyen hajóval kell átmenned mondjuk, mit tudjam én, Magyarországból mondjuk emész Dániáig. De nem választom ki azt a fuvart, hanem azt a gép adja, hogy milyen útvonalon kell mennem, érted? Ja, tudom. Csak útvonalat, na. Itt a útvonalat, itt a útvonalat, azt nem én választom meg. Azt tudom. A gép adja, és... Szoktál olyat csinálni, mi, hogy mondjuk, ugye rákattintasz, hogy vállalkozói fuvarok, vagy hogy van, tudod? Igen. És akkor ugye kiválasztod, mondjuk rákattintasz egy városra, térképen belül,
ami ilyen karikával van megjegyezve, és azon, abból a városból elmész az áruig, tehát szabadon, onnan fölveszed, és mész tovább. Ha úgy csináltuk most is, nem? Hogy nem volt most rakományom. Ezek külön el kellett menni, nem? Ja. Na. De úgy szoktam általában csinálni, igen. Hogy ott megállok, akkor darakom ott a fuvat, és utána akkor nézzük, hogy a másik rakományt, és akkor az elmegyek. Üresen persze. Mert úgy mentünk el, ezért is. Mert ugye lehet olyat csinálni, amikor már saját kamionod van, hogy elmész üresen, és ott veszed. Ja, hát tudom. Vagy kiválasztod abból a városból, a cége, amilyen cégek vannak abból a városból, kiválasztasz egy fuvart, ott fölveszed és mész tovább. Ja, hát itt én tudom, mert ez már saját kamion. Mert nem megyek még ilyen gyors fuvarokat. Vállalkozni fuvarokat megyek szépen. Ha most, hogy itt, hogyha... Hát most, ha itt egy tesztit elvittük, akkor meg tök üresen fogunk menni. Üres lesz a izé kamionom. Ja. Csak ki tudja, hogy hova akarod, hova akarsz menni. Honnan akarsz menni. Teljesen mindegy. De teljesen mindegy, mert még 10 óra van még hátra még a útból. Akkor szerintem megcsináljuk ezt a ügét, amit mondtál, hogy felveszünk embereket, tudod? Ja. De egyébként megmondom neked az őszintén, grafikai szempontból nagyon jól megcsinálták. Sokkal világosabbja. Ezt én is észrevettem. Sokkal világosabb, sokkal a színesebb, nem olyan matt, meg fénykelem, mint az előző, az kicsit fénykelem volt, nem? Igen. Nem volt benne ennyi fény. Vagy csak lehetséges, vagy csak tüzé, lehetséges az, hogy csak a tamo belső terem világosítottak, nem tudom. Meg például olyan is volt, vagy például olyan nem volt, hogy belülre nem bírtad betenni a GPS-t, vagy vettél olyan kamiont, amiben már benne van a GPS. Ja, azt tudom. De nem. Így működött. Meg például azt sem bírtad, hogy kormányra rátegyél egy ilyen gombot. De azt úgy tudom, hogy azt hát lehetett benne. Hogy mi a funkciója, hogy például, amikor nyomsz egy másik kameraállást, amikor parkolsz, akkor megbírod nézni, hogy az megfogja, és akkor úgy forgatja, vagy mi? Nem, mert ez csak ilyen díszítő elem belülről. Na, sok jelentőség annak nincsen. Itt így szimulátoron belül. De itt a valós életben, nem tudom, jobban alá tudja szedni talán. Hogyha azt fogja, érted? És nem a kormány, vagy nem tudom. Fingom nincs. Fogod nézni a magyar-dán mérkőzést? Kézilabdát? Nem szoktam kézilabdát nézni. Na, Forma 1-et várunk már, de nagyon. Hol van az még? Ajaj. Hát, még tudom, hogy az még messze van. 2 hónap. Jó, hát a szomorra fog menni. De mit gondolsz ma, mi lesz a végeredménye? Hát nem tudom. Azt a... Masszány. Na jó, most minket felvizde. Mert egy kicsit most ezt elrontottam. Hát nem tudom, Krisztián. Egy pár fajtaféle versenyt szerintem meg kell nézni. És akkor meg majd kiderül. Na,
Húha, mennyi sötét van. Jaj, meg a... Oha. Meg... Ó, szegény kaminyom. Na jó, megcsináltuk, na. Akkor nyomasszuk is tovább. Csak azok a felső lámpák, azok nem is működnek. Mik? Azok a felső lámpák. Milyen felső lámpák? Hát fönt a kamionodon. Amit a villogó? Nem a villogó, Hanem? hanem ezek a lámpák, amik fönn Ja, ott vannak. velünk. Ja. A villogó az működik, Ja, ott de vagyunk. a felső lámpa az nem. Azért kapcsoltam be, hogy villogjak vele. Hoppá. Ajajajajajajaj. Felső lampa, nem tudom, miért nem működik. Ez egy 10 órás út van. No. Azt akart villogjon. Meg nekem tudod, mi tetszik most az, hogy mondjuk elmész egy céghez, és akkor amikor a kapu érzékeli, hogy ott vagy, akkor behajthat. Igen. Ja, azt tudtam mondtam is neked, hogy az benne van, nem? Ja, azért az jó. Ja, nem rossz. Jó kitaláltál. Én majd nézem a neten kereszt mérkőzést. Ám kíváncsi leszek, hogy a szlovénok a makedónokkal mivel fognak menni. Igen. Ja, tegnap a horvátok a szerveket elverték 32-22-re. Kézilabdával, úgyhogy jó kezdték az Európa bajnokságot. Oda kellene kanyarodnom? Na és igen. Csak nem nyomd nagyon a gázt, mert 50-nel szabad menni. Jó. Tudod mennyi? Egyébként, ha mondjuk lesz egy olyan fuvarod, hogy elmész Angliába, valahova, Igen. akkor tudod mennyi a megengedett sebesség? Mennyi? Autópályán 60. Akkor egy hosszú videó lesz. Kéne talán kapcsolni a órát, megtartom. Vajon sötétséges a táj. Itt már 80 van. Kicsit egy bódalépünknek most. Mert mondom én, dumda fölfele persze. Na mindegy. Azért durva. Mi? Hát nekem olyan szempontból tetszenek például Franciaországban, hogy sokkal szélesebbek ezek a táblák Igen. Franciaországban, meg Olaszországban Igen. is. Ja. Meg olyan szempontból jó, hogy mondjuk el kell menned Firenzéig, akkor tudod, akkor mutatja az autópályán mutatja a nyíl, hogy merre kell lemenned. Persze követed a GPS-t, hogy merre kell menned. Csak bírsz egyenesen menni. Hát itt én meg olyan helyeken még nem jártam. Kéne erről nyilatkozni, tudok. Még egyelőre. Azért majd az durva lesz, ha mondjuk attól függ, hogy hol van a céged, a fő cég, majd meglátjuk, hogy hol van neked. Ja, neked izében van, Frankfurtban. Azért az durva lesz majd, hogy mondjuk Frankfurtból egész lemenni Igen. Verónáig, azért az durva lesz. Vagy még
annál lejjebb, tudod. Ja. Hétvégenként minden nap megteszel egy fuvart, vagy csak amikor Mikor mi a időd kedvem van? Van, amikor megteszek, van, amikor mással játszok. Attól függ, hogy milyen kedvem van. Én egyébként egy nap, még az előbbibe, még ez az új verzió nem volt fönt, Igen? egy nap megtettem 10 fuvart. És most? Hát most még csak most kezdtem, saját, ugye, saját kamionom nincs. De amíg volt saját kamionom, tudod, így mondom, így próbálgatom a városokat, hogy mely városból lenne jó indulni, hogy mondjuk Dánia vagy Svédország, attól függ. De mondom, nagy valószínűséggel Olaszország marad, tehát most Rómában lesz a székhelyem. Az tök jó. Az jó kis hely. Olyan is szívesen elütnék egyszer. És akkor utána... Most. Na például Olaszországban, ha így egyenesen mész, akkor sokkal szélesebb az autópálya. Igen? Ja. Jó van. Majd oda is mondod, szerintem a telefon voltam jutni. De különben mikor akarod erre, mint ez a fuvar? Micsoda? Mikor akarod erre, mint ez a fuvar? Azt írja itt, hogy érkezés vasárnap 9 óra, reggel 9 óra 17 perc. Ja? Jó, hogy ott írjad, jó, oké. Mondjuk ezt sem tudtam, hogy itt írja a különben. Neked rögtön kiírja. Ja. Attól függ, hogyha benyomod a pihenést, vagy valamit, tudod? Hát nem. Akkor meghosszabbítja, de egyébként... Ne. Azt akkor szoktam, tényleg. Azt akkor szoktam jó elkészíteni. Akkor meghosszabbítja. Jártam én már amúgy. Valami kapcsolva a Valve szimulátor, tudod? És akkor ja. Meghosszabbította az útvonalat. Ja. Én nekem egyébként képzeld el, hogy mondjuk kiválasztottam egy hosszú utat, nem tudom már mennyi volt. Ezzel, azt hiszem 1640 volt a leghosszabb. Lehajtottam, itt volt az asszisztensem, és akkor tudod, mondom neki, na melyiket választjuk, a könnyebbet, hogy beparkolsz, vagy a legnehezebbet, vagy abszolút nem akar beparkolni, hanem csak nyomjuk, hogy megyünk tovább. Na akkor először mondja, választjuk a legkönnyebbet, tudod. Beparkolt, na mondom, következő fuvarnál, amit lehajtottam, ugyanúgy megvártam. Na mondom, most melyiket? Azt mondja, parkoljunk be két rakomány közé. Hát. És addig, hogy beparkolt, érted? Úgyhogy nem érintette a két rakományt. Mert azért kicsit nehéz ám. Na majd lehetséges, hogyha nem majd odaértünk, akkor majd lehetséges, hogy majd majd két okmány közben, hogy befüggsen egy kicsit. Mert azért tudom. Mondjuk ezzel kell, nem biztos, hogy jó ötlet lenne. De majd megpróbálok valahogyan bánni vele. Rendesen, mert ugye valakul már reggel lesz, mondjuk, amikor odaírunk be. Mert azért figyelj, azért tudom, hogy van másik kamera állás, minden, de akkor is figyelned kell, hogy mennyire viszi ki a rakománynak a fenekét. Ja.
mert azért nem mindegy a Nem van. két rakomány közé szűken bepakolni, és tolatva. Ja. Nagyobb a óra nem tudsz beállni. Benni be tudsz állni, csak akkor meg nem ja, meg amikor tudod, amikor bemész a gyárba, akkor tudod, és kiválasztod, hogy melyik, és hogy két rakomány közé beálljál, akkor azt is meg kell nézned, hogy mennyire kell beállnod a gyárba a kamionnak, hogy pontosan rá tud fordulni, hogy beállják két rakomány közé. Hát azért nem... Ha nem kell, jó. Türelmi idő az. Türelmi játék. Ja, türelmi játék. Hát de hát akinek türelmi van, ott lehet... Ja, meg akinek csak ide kell. Mert azért ide-oda, hogy pont beálljál, pont úgy, ahogy kell. Az olyan lehetséges, hogy majd azt mondtam, megpróbáljuk majd két rakomány közébe fixelni. Ja, akkor két rakomány közé. Megmondom, most próbáld meg, mondom, majd megpróbálod azt, hogy elmész a cégedhez, felújítod, és rögtön hozzáteszel még két csofőrt, meg legyen pluszba. Hát az el kell mennem a cégemhez. Igen. Vagyis nem muszáj, mert ezért rámész az, hogy megnézed, hogy hogy áll a cég, és akkor csak rákattintasz, hogy fejlesztés. Ő téged automatikusan bedob abba a városba, ahol a céged van. Na, akkor így lesz szerintem. Jó, Mani, mi még 490-en van. Ja, tudom. Látom. De nem baj, a hosszú utak azok többet fizetnek. Hát így tök mörgünk öregem. 90-nél se lehet menni, vagy 90-nél se lehet menni. Ha te megnyomhatod attól függetlenül. Hát, mert akkor büntetést kapok. Túl sokáig abban a tartományban megyek, tudod? Ja. Jó, van mindegy. Majd odaérünk, amikor odaérünk. Ráérünk, nem? Még 6 óra. Van vissza a buszból. És 17 volt. Ja. De sokat lementünk már azóta. Tizenhétből mínusz 6. Hát... Matek nem volt az erőségem. Nekem sem nagyon. Tizenhétből vonja le. Annyit ott hat maradjon. Az 7. Vagy... Igen, az 7. 3 az 13 óra. Ha jól számoltam. Igen, mert 6 meg 6 az 12, 7 meg 6 az 13. Tehát 13 óra hosszát már lehajtottál. Ja, simán. Jó van, elegem van, itt a bőttek meg végbe. Lefelé. Kapja a bőttek. Így is, úgy is 200-on vagy. Már mind a számlád. Úgyhogy... Meg tegmerők. Most milyen úgy tettek? Nem vagy automatikusan vissza egy 80-ra. Dehogy is. Hát 90-en vagy. Pirosba. Most már ja. Lehet, hogy nem jól nyomtam meg akkor ízét. A tempomatot.
Azért durva. Micsoda? Hát mondom, annyiban jó, hogyha hosszabb utat választasz, hogy többet fizet. De hogyha hosszabb Hát utat most aztán elég jó fut. választasz, azért van mit. Ennél hosszabb utat szerintem már nem is választottam. Ezt kis készülésre vezettük le. Ja, én egyébként képzeld el, van olyan, hogy ugye a gép kidobja, hogy le kell mész egy darabig autópályán, és utána mellékúton. Igen. És én megnézem, hogy mielőtt le kell mennem a mellékútra, megnézem, hogy hogy bírnák oda jutni a városig, ahova kell vinnem a rakományt, hogy ne kelljen lemennem a mellékútra, hanem maradjak autópályán. Olyan, mert az autópálya az ilyen szempontból gyorsabb. Nem kell kanyargatni, jössz vissza jobbra, balra. Te mit szállítasz? Iveco, hallod? Iveco teherautókat szállítottuk, kollega. A Volvojával. Bosch autót vagy milyen izé? Az nem Iveco? Nem. Nem? Nem. Úgy láttam, hogy én Iveco teherautók. Ahogy látom, hogy nem van az üzemanyag is. Ja, remélem, hogy tankolni. De valamint egy pár pedig fut mellett. Hát a fát szállítok, biztosan nagy idnak viszel. A benzint, a földültség, a nagy idat. Vittél már benzint? Ebbe a múltban még nem vittem. Másikba sem vittem még mondjuk. Hogy hol találsz egy benzinkutat? Figyelem a GPS-t és a majd szólok. Ja. De csak figyeld az utat, én figyelem a GPS-t. Jó. Ó, Istenem. Azért... Látod, hogy Iveco? Nem. Nem? Én pedig itt annak hallottam, hogy Iveco. Nagyon minden. Nem lehet azért könnyen a kamionsofőröknek se. Azért ennyi órát tevezetni egy nap. Ha jó, hát most ilyen szimuláció tudod, de na, akkor is. Még jó, hogy ezt kitaláltam. Milyen nagy akkor... szám volt ez újonnan, emlékszel? Igen. Ja. Még amikor megjelent még a legesleg első. Ja, az a régen. De szerintem... Ja, az a... De nem azt mondom. De szerintem az volt a legesleg első. Ami mindenkinek is megvolt. De! Ó! Miért nem szó folyékben? Azt mondtad, hogy akkor szóljak, hogy a mennünk útba. Ha jó, de na, te nézed a GPS. Akkor is szóljál bennünk útba, meg akkor is a sebesség korlát. De itt elvileg itt kell nekik lennie majd. Valahol. Igen, mert a Bécsbe érsz be, ha jól tudom. Jó van. Inkább előbb lefékeztem, mint az, hogy csak legyen. Valahol kéne lennie pedig ennek. Városon benne nem fogsz találni, az biztos. Na, mi mit csinál, bennünk utat? Max, ha úgy van, hogy Bécsbe van a fő céged, akkor igen. Mész Bratislava, meg Brno van. Hát
Még 4,5 óra hossza 306 kilométer, azt a... Még ez... Jó, látom. Júj! Ah! Oh. Ezt szerintem nagyon beszámoltam, 4 óra is még az agyat. Oha! Nem olyan. Hát nem olyan. Hát nem olyan sokkal sikerült megállnom. Sokkal előbb is megálltam volna, mondjuk. Jó, jó, fújhat a szél, mert látom a szél, visszapillantod, vagy az zászlót, az jó. Ezt se lehetett mondjuk szerintem az előzőbe belerakni az zászló. Nem. Várj egy kicsit, mindjárt jövök, jó? Egy pillanat. Addig tart, hogy fogva nézni. Most egy kis pihenőt tartunk, de majd nem sokára folytatjuk. Mint ahogy látjátok, kicsit 1% károsodás, 21.000 kilométer hajtottunk le összetedve. És neki csak levezett egy távolság saját kamionnal 5375 km. A benzin üzemanyaggal levezethető távolság 596. Na, akkor csapatunk tovább, gyerekek. Elnézést kérek a kis szünet miatt. No. 596 kilométerre van még benzin. Tényleg? Ja. Na. Viszont te honnan láttad? Hát most, amikor kiléptél a főmenübe, akkor meglátni. Ja. Jó. Jó? Most lehet most egy 80-nal tapárni mi? Egyenesen kell mennem. Tudom, látom. Vigyázz, 80-a megengedett. Tudom, hogy már benyomtam a tempomatot. Ha nem volt itt a Bavárizban, akkor bennünk úgy. Pedig azt tudom, hogy lesz egy, de... Nincs, de majd mindjárt figyelem. Jó van. Most mi van már? Miért nem mentem tőle? Sebességileg? Jó kérdés. Nekem csak ilyen jó kérdés. Budapest, Debrecen. Már mit van? A táblán azt írja Budapest, Debrecen. Tényleg ott fölül? Nem láttad? Nem. Na de, most láttam. Az A4-esen... Láttam. Budapest-Debrecen, tehát akkor tartod egyenesen. Hoppá! Bocs, nem láttalak, szavaz. Jó, hogy itt voltál. Hát végre jó vagyok, hanem a belső színek kellett volna elkiadni. Nem adott, így jár. Nem? Ja. 81-el mész a 80 helyet. Te kidális, nem? Tiszta jó. Na, akkor lassan, akkor már Pestre jövünk. Hát azért abból lassan még van 252 kilométer. Jó, hát azért mondtam azt, hogy lassan. Meg kellett venni azt a maradék jó kettőmet is.
Hajjaj. Vagy ha megálltunk, akkor itt van mellettünk a fasz a laptop, meg Facebookos is. Megnézzük, hogy ki lájkolta az új videóval. Kamionban van laptop, nem? Még a raktam van. bele. Na. De ez pihen. Azt mondom, hogy bennünk. Nem. Oh. Pihenő és Kollega. itt. Pihenő és itt volt a határátkelő hely. Tényleg? Ja. Hú, lehet, hogy jöttek a migránsok, hallod? Akkor láttuk volna ezeket a korlátokat. Ja. Hát de most figyelj, most van ilyen fűkafás videójáték is már, van favágós is már, most már csak migránsokat kéne csinálni. És akkor tiszta jó lenne minden. Ja, és akkor csak határátkelőt kellene lenni. Ja, határátkelődő határátkelődő. Kájúzni tudjét tegyen adott ország, és akkor ott lementem. Milyen jó lenne, mi? GNT. Nem lenne nagy hülyeség. Csak egy kicsiket lenne nagy hülyeség. Aki itt aztán megcsinálja. GNT kamion. Ó, de szép hallod, jön fel a nap. Itt egy benzinkút. Én nem szólsz. Benzinkút. Jó, kösz. Épp idővel jársz. Én is épp akartam mondani. Na jó. Eppá, jó van. Majd csak tankunk még ebbe az évezredbe talán. Na. Ó, jó. Azt a túlmentem rajta, na. Ennyi előre. Úgy. Na. Motor leállít. Mondom, motor leállít, és akkor tankolom. Tájra tankolom. Na, teljes vagyok. Na, akkor folytassuk tovább a kis utunkat. Jó van. Már csak kétszer. Milyen jó, hogy jön fel a nap. Na? Már csak 204, de még ne kapcsolod le a lámpát. Ne. Mondom, milyen szép, hogy jön fel a nap. Jaja. Hogy jön fel? De látta, az egyébként észrevetted? Írja Bratislava, meg írja magyarul, hogy Pozsony. Tényleg? Nem is figyeltem. Nem figyelt ilyen kulyasik rám. Jó volt, 80-nal lehet menni, 90-nal megyek. Pont ideális. Ajajajajajajaj, hát mit csináltok itt előtte? Ugye ebből karambó lesz, karamba. De én most már lekapcsolom a világításomat, már varázom. Látom az utat. Ó, de szép hallod. Úgy volt. Benesült a szemünk. Ám igazán. Csak lehet, hogy büntetni fognak, mert így fölkapcsolva a lámpát. Jaj, büntessek meg akkor. Azért nem büntetnek. Dehogy sem nem. Dehogy sem nem. Na, akkor fölkapcsolva. Hát. Most Michael Schumacher játszom. Tényleg arról sincs egy ér, hallod? Ja. Az van, mi van már. Az már szerintem meg már bocsát, még már csúnya folyt, de azon már szerintem egy élő van. Hát, az már semmit sem. Jó van, gyors fejtás, és volt kérdés. Ó, 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 látod a teraszlefeket? Ó, hát egy kicsit, mit akarsz itt egy kicsi rigó? No. 560-at vett levágom. Miért? Az a meggyorsan lettem? Többet is lefeketek. A van olyan ám.
Nekem egyszer lehet 1100-at. Hát biztos 110-en mentél. Nem, a 80 helyett 90 nem, vagy 94. Húha. De hát ahogy mentél te 94 jártál? Túl nyomtam a gáz. Ja. Én is így nyomkodhatom túl itt a gázban, de hát az én kaminja nyom 94 többet van, és nem tudom. Vagy ha mondjuk erősebb motor van benne, tudod, akkor gyorsabb. Hát, tettünk be a motort is. Tehát. Szerintem ez a márkától is függem. Milyen márka jó a kamion. Szerintem. Vágod, 1000 euró egy ilyen Michelin baba. Micsoda? Milyen Michelin baba? Hát a kamionodra, hogy legyen ilyen Michelin baba a lámpáknak. Micsoda? Ja, hogy ott a fejet, de nem ér helyet? Ja. Lehet, hogy ott teszünk be egy olyat. De olyan nem volt. Ez volt? Nem volt. Meg mit akartam mondani? Ja, meg egyébként tudod te azt, hogy ha mi van, majd utána megmutatod, hogy milyen gumik vannak. Egyébként én előre is, meg hátulra is Michelin gumikat tettem a saját kamionomban, amikor hajtottam. Igen. És a vágat szabályosan írja, hogy mennyire bírja az esőt. Mennyire hány százalékban bírja az esőt, meg mennyire fűt? Na, azt azért. Én szerintem most már a Pest közeli vagyunk, nem? Hát, még egy is fél óra hossza. Mint hogyha ez még már magyar föld lenne. Érzem, a magyar föld, csak még nem vagy bent Pestet. Na, igazán. Tudom én. Innen még le tudsz venni Pécsre is. Majdnem azt kellene, hogy lemész Pécsre üresen. Pestről. És Pécsről. És Pécsről. Föld szállít majd. Ja. És Pécsről mondjuk attól függ, hogy ő mit dob be, de válasz mondjuk, válaszál egy leghosszabbat, és akkor azt veszik. Ha majd meglátjuk, hogy milyen fuvarokat fog kidobni. Ha látok menni Pécsre, akkor nem megyek Pécsre. Ha végre itthon vagyok. És mi van már? Ha én megint nem nyomtam be a tempomatot. Kíváncsi vagyok, hogy mi fog írni majd a rakományra. Tűzhető. Na, itt már vagy a rendőrök vannak, látod? Hát is. Nem jön vele. Skoda, hallod? Nem is soká. Jó van. Jaj, ne. Láttad? Villogott a rendőr. 1100. De láttad, villogott a rendőr. Láttad? Jaja. Gyors hajtás miatt. Hú, de kemény! Jaj! Mi 1100 forintot vett le? Milyen 1100? Ja, egyébként nem írod állítani, hogy forintba legyen lajzni az összeget, tudod? Mit? De az. Nem írod állítani, hogy forintba keresd a pénzt. Tényleg? Ja. Te sokunk pálítjuk. Hó kell beállítani, várjál! Beállítások már! Egy ilyen játékmenet, nem? Nem? Ez mi? Az bírod a... Ja, látképe. Hű, milyen romantikus.
inkább maradjunk inkább benne. Na, hol kell beállítani? Mit? Hogy? Merre? Meddig? Hány méter? Hova? Lefele? Ja. Hó. Oh, ha. Hú! Az nem az? Hú, F. Igen. Hú, F? Ja. Na! Tesszük! Ha már elvégre már magyarok vagyunk, no. Ez tényleg! Azt a kemény! Azt kemény! Mi, ennyi forintom van? Ó, dikkakos fordulunk kell, hallom. Jó van! Ha mennyi? 80 millió, vagy mennyi az? 80.161.968. Na hát akkor csak gazdolgatjuk, akkor nyomjuk nekünk. Tényleg 80 misimból? Bárcsak ennyi pénz van lenne, de a valóságban. Nem fájna a fejét. Aztán. Jártál ott, hát ha összegyűjtöd. Nem vagyok itt tűnő a Ferencis, nehogy a fél. Na, 30 perc van a célig, pályához. Hát, koncentrálom kő. Itt te most már is kell fel, miért lefelelni. Na. Most koncentrálni kő késztem, most úgy szoktál, nem tudom már inkább. Szoktál, koncentrálni kő. Itt elfordulunk jobbra. Mondom, jó, apra. Na, a Budapest, ami mit tudom, te? Szóval a parlament, he? Ó, azért jöttem. Jobb, ne romboljam. Mit tudom, a parlament? Ezért jöttem el. Ezért? Ezt kell csinálni ilyen. Budapest! Juhé! Elhoztok! Megjöttem! Szavasz! Dai baba! Ciao! Jó van, gyors hajtás! Marin! Volt kérdés? Te vágod forintba is! 1100 fett! Uááá! Csak 93 millió forint gombat! Látta a Budapest városára! Új, bemegy! Új, fék! Menjünk tovább. Nem látom, hogy van lámpa. Hallod? No. Ide is értünk. Ó, de király. Hát még nem, még 2 kilométer. Nem, jobb, de bár Budapesten vagyunk. No, ne rontsad el van. Állandóan mindent el kell rontani, mi? Az igaz, hogy Budapesten vagy. Na, akkor? De még 2 kilométer. Jó, az már csak 5 perc. Várjál, mi legyen. Vigyázz! Nem hajtunk át. Vagy ha hajtadunk, akkor legalább bocs, hogy nem tudunk. Bocs, hogy te minden rendben. Jó. Szóval a parlament, ha? Merre fel kell menni? Jó kérdés. Beírom mindjárt GP-be, hogy parlament. Ja, és akkor fölvezed Orbán bácsit, és akkor Orbán bácsi. Itt ez a kérdője. Várva van a cég, vagy mi? Mindjárt. Nem, hanem... Renault kamion kereskedőt találta. Hoppá! Egyéb villanyendőr. Renault kamion kereskedőt. Balra kell majd menned. Jó, meg kellett volna menned a másik sávba. Ja, majd kimegyek. Majd bevált a villanyendőr. Majd pedig bepopátlankodunk. De szerintem inkább bepopátlankodunk. Halló, valaki engedjen már át, no? Nem látjátok? Na, azért mondom. Tehát csak azért át megmettem, hogy szóval neki helyzet. No. Na, akkor ide is értünk. Ja, ilyen szűk kapunk, ebbe mennem. A dik, ami van veled, ami jó egyébként. Egyszer. Mi nem futott a nagyobb kapura, vagy mi? Jaj, elakadtam. Tolás vissza! De hogy tolatok, jó lesz még.
Akkor nyomd meg az Nem enter. nyomunk semmit sem. Na, Hát de hogy bekapcsol. parkolsz be? Hogy Hol ki kell kell bekap? választ. Hogy ki kell választanod. Istenem. Korábban nem tudtam volna fordulni. Na, várjál. Hoppá, átad? Na. Na, tudok valamit? Hoppá. Úgy. No. Igen, mama, megjöttünk. Nyomd meg. Na. Igen. És akkor melyiket választod? A 40-et, 15-öt? Ez milyen? Menjünk a biztos rendbe. Rendben, hova álljunk be? És Amúgy? akkor ő ki fogja dobni, hogy hova állsz be. Inkább legyen inkább szemtő. De egy túlságosan szűk hely. No, na, igen. Igen, és most akkor meg kéne most itt fordulnom, nem? Valahogyan. Na. Akkor csináljunk itt egy olyan fajta manővert. Ajajaj, hoppá. Hoppá, hoppá, látod ezt? Látod ezt? Figyeld, 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 figyeld. Milyen kemény vagyok, látod? Látod? Nem Ja. számít semmi sem. Új, ajajaj, ne! Nem direkt csináltam különben. Na, figyelj, na. Ennyi már előre, no. Jó? Igen? És ide kell válni, hallod? Megjöttünk, mama! Mi van itt hátul, mi folyik? Kim van nagyon a kocsim, hallod? Miért ne előre felmenni, eh? Oh, oh! Na, jó van? Hoppá, 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 hoppá. Ott volt a tévedet, láttad? Jó volt. Na, eljött. Tűzhető. Abszűrhető. Keressetek akkor mást. No. Na, akkor most nyomd meg, hogy mész majd szervizbe. Nem, mert megnézzük a kamionkereskedéseket. Mikor nyitanak? Várja. Hoppa. Mi ez te? No. Megnézzük, hogy itt Pesten van-e kamionkereskedés. Csak lehet, hogy van, csak nem fedezted fel. Ott van a Ezt szerintem nem az. De azt szerintem Renault Ott van. kereskedés. Mi? Ez a kérdője? Nem. Itt van. Ez? Itt van a... Ezért látod? Ez? Nem. Hogy? Az a cég. Hanem... Itt. Ezen az oldalon. Jó, Ott. Mindegy. Na. Kamion kereskedők. Itt nem van. De ezt a Kronó mond. Na ide elmegyünk szerintem. Mit fog hozzá? Felőlem. Kereskedő magját. Tényleg szeretné. Igen. Na. Itt is vagyok. Hamar ide értünk. 12 darab kamionnál rendelkezik. 85 miska, hallod? Utána is pénz érte. Jó, haladjunk tovább. Elviszünk között, Micska? De befámítanak, nem? Igen. Na, elviszünk De ezt még nem bírod, mert 16... Dehogy is. Lista ára 59. Becserélés, tessék! Becserélem egy ilyen szépségre. Mit szeretsz? Becseréljük. Jó van, tényleg. No. És most mi van? Megfogyott a játék, vagy mi? Jó, nem. Jármű, Aston, köszönjük, nálunk vásárolt. Nagyon szívesen. Na.
Aj, de ez, de. Amilyen kemény komolyan, hallod? Ó, mamma. Nem is az a csóka, hogy benne, hallod? A kieszte? Na! Vettünk egy Mercedes-Benz kamiont, halljátok? Na! Fejlődünk, fejlődünk. Nem úgy van az ám. Na! Milyen kis izé? Milyen kis... Jó néz ki, szüle is tetszik, nagyon jó. Duda is van, de nem tudom megnyomni, gondolom, hogy na, így csuk be. Próbáld. Vagy, de GPS, hallod? Figyeljünk oda, jó? De most Frankfurtban vagy ám. Nem baj. Na. Olyan tudom. Hogy hol vagy? Én megjártam a gép, hallod? Stuttgartba. Ó! Oh, Dick! Ez negyem! Hallod-e? No! Ez negyem ez a gép, hallod? Mennyivel tudok menni ez a vágyat? Jó, elmérdek, hogy ott benne lehet menni. Volt kérdés. Kamion tettem. Mindenki adja. Nem már 90-re lehet menni. A rövidebbek a... Rövidebbek az áttétek. Amit a sebességek között tudod. Na! Vettünk egy új kamion. Na és akkor hova kell mennünk? Nem tudom. Hát hogy a tűzéket vegyek fel. Ja, ide mész. Munkaközvetítők. Munkaközvetítők, igen. És ezen belül keresed? Mik? Sofőr. Rákattintasz egyre. Várja. Bejegy. Nem tudok rákattintani. Úgy. Sofőr felvétele. Ja. Igen. Nem úgy. Hanem? Mondom, sofőr felvétele. Arra mentem rá. Menj vissza. Várja. Menjél be ide, hogy munkaközvetítő, és itt van, hogy sofőr felvétele. Ja, hogy itt? Ja. Lenny. Megvan már, igen. És akkor itt tudok fölvenni embereket? Igen. Melyiket vagyok föl? Amelyiket gondolod, de muszáj neki venned majd kamion. Miért én vagyok neki kamiont is? Jajá. Ha mi vagyok én, pénzvágnás? Zeszelek egy faroszranom. Hát de nem, amíg nekem kövök, ami ott is vennem neki. Felveszik ezt, mert olyan szimpatikus egy csóka. Nincs szabad kocsijárás, de a gó is lefél a számára. Bővítsd a garázsodat. Na, akkor bővítsük a garázsunkat először is. És akkor... Azért már apró. Menj rá azért. Erre? Nem. Arra? Ide. Hova mondjad? Erre, ahol írja, hogy Frankfurt, apró, akkor nem oda, oda. Ide? Igen. Igen. És akkor fejlesztés. Fejlesztés, itt van. Hát de? Látod jó, a képet? Jó, igen. Ne, jó, oké. Okay. Megtehetjük. Ó! De aztán nem kellett volna. Most már csak 11 misim van, mi? Ajjajjajjajjajjajjajj. Na! Ez egy kis hangulatos kis... Lehet, hogy most nem lesz elég, hogy egy kami... egy sofőrt fölvehetsz, de nem lesz elég, hogy kamiont vegyél. Akkor megyünk fuvarozni. Majd. Akkor először menjél fuvarozni. Jaj, köpös, nem kéne azt mondani egész időben most megnézni, no. Na! Akkor... Szerintem akkor nézzünk egy fuvart, jó? Azzal meg lehet, hogy meg elsúlyanunk gyorsan. Ha nincsen nagyon messze. Hoppá, ilyen. Hát de ott van az izé, menj rá a nyíra, onnan kell indulnod. Igen? Onnan, ja végül is.
Ahol most a nyilad van, onnan indulsz indulni. Én Bizony, Napkörösztől, nem? nem, oda kell, igen. Na, akkor nézzük valami rövidebbet. Miért? Mit nyomtam be? Rövidebb nincsen? A legutolsó a rövidebb, én szerintem. Ez? Nem, a legutolsó. Ja, hogy a legutolsó egy nyilackánál, mi? Itt mondod, ugye? A legutolsó pontnál, igen. Jó, kösz szépen! Ez nem olyan hosszú, ez jó is lesz. Csak most türelmesen el kell menned oda. Ja, tudom. Na, akkor menjünk a kis rakományunkért. Hát ezt is majd a bővítsikám. De mint hogy gyorsabban lehetne menni, nem? Ezt nem tűnik úgy. Ja. Gyorsabban elérem vele a 90-et, mint a másik. Mi ez az Vagy ötlódás, homály? olyat is bírsz, Simi, hogyha nem akarod ezt a kamiont hajtani, akkor rádadod a sofőrödnek. Várom, ebből most... Ebből szerintem most a... szart is kihajtom ebből a kamionból. Hát de nincs nekem kamionom. De neked most van, de a sofőrödnek nincs. De nem azt mondom. Én a másikat én a fülön is becseréltettem. Tudom. Majd rendezzük azt is. Ennyi elindom, mert jövök nagy erőkkel, nem látszik. 5 órás út, kapva még gyorsan. Lecsapatunk oda. És akkor szerintem akkor videó ennyi lesz már majd. Ja, onnan folytatjuk. Ja. 5 órás út, nem is olyan sokak. De ezt sem egy sokkal gyorsabban. Mondom, Strasbourg. Mi van Strasbourgba? Arra fele kell menned. És nem arra mentem? De. 60 a megengedett. Ebben az időben nem érzem, hogy a sebességet hallok. Tényleg nem érzem. Nem is talán. Mit? A sebességet nem érzem, hogy mennyivel megyek vele. Mert olyan kicsi gondom az áttételek. Sebességáttételek, tudod? Ja. Értelek. Ezeken már tetszenek az a kamion. Nekem előbb ott már kvédeszem, mint nekem. Kijelenthetem. Nem? Most gondolj bele, Suzuki kamion. Juhu! Az nincsen olyan kamion. Szavaz, tesó! Nem mentek vissza az. Bemegyek, megvan.
Van egy ötletem. Na, mi? Driftáljak a kamionnal? Nem. Olyat kellene csinálni, hogy ugye neked is Frankfurtban van a neked Frankfurtban van a céged, és mondjuk nekem is legyen Frankfurtban, és ki fog hamarabb összekeresni több pénzt. Hát, akkor te szerintem tele vagy tőlem maradva. Nem, még mindig még 11 millió van. És ezt egy gyarapodni fog. De mi forintban nézzük, vagy euróba? Nem, most forintban nézem, 11 miskán van. Még. 11 miskán. Te nekem mennyit van? Hát nekem még az elején vagyok. Na hát azt mondom. Én ebben csapattam ám. Kendesen. Azért a tenni. Na mindig itt a Lajos legnagyobb összeget kellettem rá. És azért lett nekem ilyen sok egyszerre. Én amikor tízébe álltattam, mert ugye bár csak itt abban az eurótákban, csak euróban lehetett csak átváltani, akkor nem is tudtam azt, hogy nekem megnyomni. Most tudtam meg, hogy 80 misim. De abban maradt 11. Ha jó, de hát ez csak én most rakni fogok majd fuvarokkal, érted? Most mentem, most ilyen, elég ilyen karcsú fuvart vállaltam. Elezzel. Hát szerintem az kicsit egy karcsonkombus fizeti sajnos. Na hát minden. Az is pénz. Aki a kicsit nem becsül, az nagyot nem lehet emlő. Állatokat már vittél? Persze, én is egy állat vagyok. Így az előre menetelbe? Mondom, én is egy állat vagyok, magamat viszont nem látom. Még nem vittem állatokat, még azt is lehet. Ha nem láttad a előtted lévő kamion, hogy tiszta az őt, és benne vannak tehenek. Mikor volt? Opa. Az előző fuvarnál. Ja, te nem figyelmi, nem fuvar, Krisztián. Kimegy előttem, az a lényeg, hogy minden előbb, vagy minden gyorsabban megelőzze. Na, itt már viszont 80-nal látom már egy csapat. Akkor kicsit, akkor fel. Felnyúljuk a sebességet. A fenkőjés búfalomra. Ezt voltam kettő. Már 90? Jó, hát akkor nyomjuk még szépen. Ja, itt már 90. Ja, már gondolom, már kimondom, már is épp. Városból. Na akkor csak akkor most akkor összegezzük azt, hogy most akkor meg mit csináltunk. Kibővítettük a céget. Felvettünk egy embert, ugye? Le kellett volna fordulnom, itt le kell fordulnod. Mármint hol? Ott arra az előbe ment föl? Mi? Igen, ahol... Nem, mennyi egyenesen és ott is mit menni. De ott kell mennem. Ott kell mennem, ahol ott kell mennem. De ott... itt is? De nem, mert ez itt egy 5 órás út még. Vigyázzat! Én szóltam. Na, hát itt ezt senki se csinálja, én utána. Jó, van baleset, akkor most már csak 10 misünk van, látod? Így lehet nagyon könnyen elcseszni sok pénzt.
Itt kellett volna felvennem. Hát ott. Na. Szóval. Vagy most ezt így nagyon szépen, nagyon kultúráltan megoldottuk. Most akkor összegezzük, hogy most akkor hogy állunk. Vettünk egy kamiont, ugye? Felvettünk egy sofőrt. Az akinek, nekem kéne venni. Az akinek, nekem kéne vennem neki kamiont, ugye? Igen. Kibővítettük a cégünket. És az összegezésnek itt vége. De tovább nem tudom mondani. Bár a csókának még kamion még nem veszünk. Jaja. Át kellett volna dobnod ezt a régi kamiont neki. De akkor nem tudtam volna megvenni ezt. Nehogy se nem. Nem. Mert az 85 volt. És így, hogy becseréltem, így tudtam megvenni, érted? Az eredetileg 85 millió volt ez. Érted, amit mondok? Értem. Majd annak fogunk venni egy kamiont. Majd... Majd nézzük, amiból volt. Majd sok pénzünk lesz. Ez a 10 műszer eléggé karcsú még szerintem. Legalább el kéne vennünk 50 műszig. Akkor szerintem akkor egy szép kamiont tudnánk venni. Vett a fel kölcsön? Oh! Bocsi, annyi csak tovább. Nem történt semmi. De most mindenki, amelyik kivette határátkelő. Nehogy határátkelő, fizetni kell az autón pályáig. Már csak 9 misin van, látod? Minuszban lesz, elég hamar. De hogy leszek minuszban. Ne beszélünk már az ügyeket. Hello, mi? Megjöttem, mamó. Engedjél már át, bam meg. Istenem. Menjél mögülem. Megtollak. Nem érdek ez. Na. Szavasz! Bement az ő kamion. Nem baj, hogy gyorsan beérjük. Szalomozunk egyet, vagy nem. Ennyi már! Tök mörge! Nem látod? Kamionnal vagyok. Hopp! Prész, abdus! Szevasz, tesó! Láttad, be akart elém jönni. Milyen mocskos emberek vannak. Jó, ráugtam a kormány, mi? Jó, megadtam neki. Ja. Nem vagy ide, bakpapátlókodik el innen. Hamar. Az a baj, hogy minuszba fogsz menni, mert hogyha javítás lesz. Majd megjavítottam előtte, ne aggódj el. Nem fogunk minuszba menni, most már óvatosan fogunk vezetni. Vagy totál káros, hogy kitörik a kamerát. Majd kiderül. 14%. Mi? A károsodás. Az gáz. Na, akkor várjál. Akkor... Megjavítjuk szépen. Igen, felkálljál le. Igen. Ezt a hangot vártam már. Na. Itt is vagyunk már. Most már csak 8 misin van, hallod? Mi ez nekem? Mi ez nekem, ha? Mi ez nekem? Mi? Mi? Semmi! Uba! Ennyit levont? Ajjajjajjajjajjajjajj! Hát, akkor szerintem ide se fogunk kevetkedni. Na már itt is vagy. Na! Hát az, én tudom, hogy kell kezdekedni. Így ha. No.
Most már elkezdünk most már akkor rendesen vezetni. Fordulj be! Látom. Hoppá! Na, jaj! Nem nevet! Vágott is felragadt? Főtök nyáltál, írod a fület? Ja. Elég a főnyírót vettem, na? No. És akkor ide befécselünk kicsit. Igen. Itt megnézzük, hogy milyen fajta féle cuccok vannak. Igen. Lehet, hogy van hosszabb is. Az jó látom, 1 millió forint. Igen, de a másik az meg 9. Torino. Mi a péló van már? Meg sem nyomtam semmit sem. De. Melyikre nyomtam rá? Az első, azt hiszem az elsőre, ha jól tudok. Hát nem arra akartam nyomni. Tényleg? Nem. De. Ez nyomjuk le, nem? Ja. 9 misi. Folyamatban van a fuvaron. Jó, akkor lehet, hogy akkor arra nyomtam rá. Másikra nyomtál rá. Na jó, van mindegy. Na jó. Mentem fel. Ja. Lehet, hogy arra nyomtam rá az esetet. Na itt is vagyunk. Meg is érkeztünk. Sofőr. Te mit? Mit csináltam? Semmit sem csináltam. Uva. Egy kicsit messze váltunk. Messze is váltunk volna. No. Folyamatban. Mi ezt a 2 órás út? Jaj, a 154 kilométer. Na jó, azt szerintem akkor megcsináljuk videón kívül, mit szólsz hozzá? Előle? Majd akkor ezt a kamerát feltöltöm, és akkor majd több pénzzel fogunk a kamerát indulni. Na, akkor akinek tetszett ez a videó, én még itt egy Krisztánon még itt ezt a fuvart szerintem ezt még lenyomatom. Azt is utána akkor szerintem akkor lehet, hogy elmegyünk a másik fuvar érmé. Igen, és azt veszük föl. Majd a másik fuvartokkal fogom felveszünk, mert ez itt így meg most eléggé soványka lesz itt ez 1 millió forintért. Na, akkor akinek tetszett ez a videó, az csapass fel lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra. És kérdezem, nézzétek minél többen meg a videóimat, mert hiszen nem azért csinálom azt, hogy vagyis jobbondva azért csinálom, hogy magamat szórakoztassam, meg azért tartom fel, hogy ezt tudom meg tudjátok nézni. Na, akkor nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és akkor ennyi lettem volna. És majd jövő hétvégén találkozunk, és addigra kibővítjük a belső teret az annak. Ja, azt is akkor megcsináljuk, szerintem ez egy eléggé sibányka, meg soványka. Na, jobb, akkor mindenkinek jó éjszakát kívánok, nem tudom menni az idő. 7 óra 17. Ez a fajta videó, ez most holnap kerül fel, az vasárnap. A szombatot tudunk, na. Akkor ennyi lettem volna, sziasztok! Sziasztok!